Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ki az ellensége? Kíváncsi vagyok rá. És ezt megtekintjük ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük ennél a kirakásnál. Egy nagy húzavona után belső feszültségekkel ki akar lépni ebből a helyzetből, vagy ezekből a kapcsolatokból. Ami számára most fontos, egy irány, egy lehetőség, amiben hisz, hogy ez megvalósul, de koncentrálnia kell. Ha én ezt a képet megtekintem, nekem mindig a nyilas jegye jut eszembe, és az szimbolizál utazásokat, külföldi kapcsolatokat. De ez lehet egy belső út és egy ilyen vallási vagy spirituális terület. Azon kívül a nyilas mutat egy irányt, mégpedig a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És az jelenti a mi álmainkat, vágyainkat, reményeinket, és pontosan az fontos most számára, hogy legyen ez a cél, és higgyen ebben. Erősíteni kell a hitét. De ez jó dolog, hogy ezen elgondolkozik. És most megtekintjük a következő kártyát, és az utal az ő érzelmeire. Ezen a képen látható egy király, és most megvan nála ez a büszke tartás, ez a fellépés, utal a belső erejére is. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett, az utal a könnyűségre és a kommunikációra, tehát ez fontos számára, hogy beszéljetek egymással. A kezében tartja ezt a kardot, az utal fontos döntésekre, és ezzel a karddal elvágja a félelmeket. És a következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Amit így közben röviden közölnék, egy jóslás megrendelhető nálam, egy személyes jóslás, a díjam 3500 forint, az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Ennek a kártyának három jelentése van. Utal a belső egyensúlyra, és ez fontos nálad is, és nála is. A második jelentése ennek a kártyának a mérleg, ami szimbolizálja a párkapcsolatot. Tehát ez is fontos számára, hogy kettőtök között meglegyen ez a harmónia, ez a szép párkapcsolat. A képen Justícia istennő látható, és ez a harmadik jelentése ennek a kártyának. Itt vagy igazságról van szó, vagy igazságtalanságokról, esetleg egy bírósági ügyről. És erről ő be fog számolni. És a negyedik kártya mutatja azt, hogy mi a megoldás. Ezen a képen látható az ostor. Valaki ostorozza őt, és ez fáj. Itt vannak kihívások, támadások, viták, veszekedések. Ezek lehetnek nála bírósági ügyek is, hiszen ennél a kirakásnál megjelenik Justícia istennő, ami erre utalhat. És mit kellene tennie? Az első kép mutatta, hogy kell számára egy irány, egy kiút.
A második képen látható ez a király, aki fontos döntéseket hoz, és átteszi magát a félelmeken. És a harmadik kártya arra utal, mennyire fontos az, hogy beszéljen veled, és te meghallgasd őt, milyen problémái vannak, milyen kihívások itt jelenleg nála, vagy ki az, aki támadja őt, mert itt tényleg vitákról, veszekedésekről van szó. Vegyétek kezetekbe ezt a söprüt, és söpörjétek ki ezeket a nehézségeket, vagy ezeket a kapcsolatokat. Távolítsátok el ezeket a vitákat és veszekedéseket, és így közösen megoldható a helyzet. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!